diákok, akik ebben a műhelyben részt vesznek, ők itteni diákok, értelmileg akadályozott csoportoknak a tagjai, kisebbek, nagyobbak. Jelen pillanatban 10 gyerek van a táborban, 16 főt kerestem meg ezzel a lehetőséggel, ők tudtak élni vele. Amiről ez az egész szól, tulajdonképpen színpadi műhelynek neveztem el, és abból indult ki az egész, hogy volt annak idején egy anyáknapi műsorunk. És úgy tűnt, hogy ez egy használható kis műsor, és az idén megrendezték Baján a második Bajai Ki mit tudott, és a kolléganőm kitalált, hogy mi lenne, ha beneveznénk. És ezen a Ki mit tudom, a RTL klubnak a kollégája is itt volt, és azt mondta, hogy ő úgy látja, hogy ez a produkció alkalmas lenne arra, hogy fölmenjünk hozzájuk, és ott is megmutassuk magunkat. Tudod, én hiszek a csodákban, most sincs bennem kétel, akárhonnan jöttél, neked is van még hely. Ne diderek odakint, az ajtót sarkig tártam, itt szeretet és béke vár, kérlek lép be bátra. 10-14 éves korosztály szerepelnek ebben a táborban. Első sorban sérült gyermekekről van szó. Itt megemlíteném, hogy öcsém is, Szabolcs nevű öcsém is köztük van, ő is a tábor résztvevője. Miért fontos a COSZÁD-nak az, hogy támogasson ilyen táborokat is? COSZÁD Szemesz Hungary Kft. Ugye alapvetően betűmagokat értékesít és állít elő, és ugye itt a helyi gazdákkal kapcsolatba lépve nem csak az a célunk, hogy betűmagjainkat megvásárolják, hanem az is, hogy a helyi gyerekeknek, illetve a helyi közösségben aktív szerepet vállaljunk, és a mindennapjaikban is benne legyünk. Ugye ez a tábor létrejött, ennek van egy költsége, és az iskolánk oly módon támogat, hogy itt helyszínt és étkezést biztosítanak kedvezményes áron, de azt el kell mondjam, hogy a gyerekeinknek, nem mindenkinek, de van, akinek ez a kedvezményes összeg sem feltétlenül könnyű összeg, tehát nem könnyen kifizethető összeg. És ekkor került a képbe a COSZÁD cég, mert hogy az egyik diákunknak a családjában van, aki ennél a cégnél dolgozik, és jött, hogy szeretné, hogyha a szponzorok között lehetne, mi pedig örömmel vettük ezt, mert tényleg a kicsi segítség is az is segítség. Tulajdonképpen ilyen módon a cég segítsége lehetővé tette, hogy tényleg mindenki, aki el tud és el akar jönni, az itt lehessen. Tehát anyagi akadály ennek ne legyen. Ez a tábor igazából úgy jött létre, hogy kicsit így előre gondolkodva találtuk ki ezt a színpadi műhelyt, hogy egy picit előkészülni, egy picit rutinosabbá tenni őket ezekben a mozgásokban, hogy egymáshoz hozzáérni, hogy egymás közelében lenni, megszólítani a másikat, bizonyos mozgásformákat egy picit rutinosabbá tenni. Tehát az ő esetükben sokszor ilyen alapmozgások is problémát okoznak. Például csináltunk olyat, hogy van egy ilyen elképzelésem, hogy forogva haladni. És hát ez azért nem teljesen hétköznapi mozgás, úgyhogy csináltuk, hogy egy terem egyik végéből a másikba egy forogva próbáltunk menni. Volt, akinek ez komoly gondot okozott, néha még nekem is. Tehát, hogy a túl gyorsan mennek, akkor az sem jó, ha túl lassan, akkor az sem jó, lábakat hogy teszünk. Tehát azt gondolom az ember, hogy ezek ilyen teljesen normális és könnyen megvalósítható tevékenységek, de azért nem mindig azok. Menedékház a szívem, hogy túlélő legyél, itt elbújhatsz, amíg tart a tél. Menedékház a szívem, amíg tart a cél, menedékház a szív.